áldásokat, és a felújított mosdó átadása alkalmából együtt ünnepelhetünk. Tisztelettel felkérem Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár urat, hogy köszöntő beszédét mondja el. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, ha megengedik, akkor nem sorolom fel újra a köszöntő vendégeket. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében. Azt gondolom, hogy olyan intézményben vagyunk, egy olyan iskolában vagyunk, amely pontosan tudja, hogy mi a feladata. Ennek az iskolának a pedagógiai programja azt üzeni valamennyiünk számára, hogy ez az iskola világosan fölmérte azt a helyzetet, hogy milyen térségben működik, milyen a szociokulturális környezete, mi az alapfeladata, ehhez megvalósítható célokat tűzött ki, és azt gondolom, hogy ezen megvalósítható célok elérése érdekében rendkívül eredményes oktatónevelő munkát végez, mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás, mind a hátránykompenzáció terén. Mutatja ezt az iskola munkaterve, szakmai programja, amelyben a fény évétől a különböző kulturális tevékenységeken keresztül mindenre gondol a gondos iskola vezetés. Számomra örömtelen föltűnt, hogy még a statisztikai adatszolgáltatás határidejét is jelzik a havi programjukból, amelyhez szívből gratulálok és köszönjük, hogy betartották a tárgyalót, elnézést az árójeles megjegyzésért. Mindez csak azért hoztam ide, hogy mennyire összetett egy iskola munkája, és azt hiszem ez az iskola ezt az összetett munkát maga színvonalon végzi. Meg is fogalmazza célkitűzései közt, azt mondja, hogy az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Idézik Szent Györgyi Albertet, és vallják az iskola hitvallásoként ezen gondolatokat, amelyekhez én szívből gratulálok, és azok az eredményekhez is, amelyet megtesznek. Az országban a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ létrejöttének azt gondolom pontosan az volt az egyik célja, hogy függetlenül attól, hogy egy gyermek hova születik, egyenlőségeket tudjunk számukra biztosítani, lehetőségeket tudjunk teremteni számukra kis és nagy településeken egyaránt az eredményes jövőhöz. Hogy el tudjuk érni, hogy minden gyermek a képességének megfelelően tudjon teljesíteni. Természetesen ehhez jó infrastruktúrára, jó intézményhálózatra van szükség, melynek érdekében az állam az önkormányzatok összefogásában az elmúlt években több mint 5 milliárd forintot tudtunk intézményhálózat korszerűsítésre, karbantartásra fordítani. De természetesen mindezekhez a forrásokhoz nagy örömet jelent számunkra, ha olyan partnerekre találunk, mint egy ilyen esetben a Tunilevert, talán szabad kimondani egy megnyitó ünnepségen, vagy átadó ünnepségen a nevet, akik egy olyan programot indítottak, ha szabad így fogalmazzak, amely program sok mindenre felhívta a figyelmet, egyrészt egyfajta adakozásra, másrészt ennek az adakozásnak nagyon jó célra való fordításával, amelynek eredményeként ma Magyarországon 5 olyan iskolát köszönhetünk, amelynek a különböző helyiségeiben, a mosdó helyiségekben felújítások történtek. Köszönjük ezt a támogatást, hisz természetesen az állami források mellé minden ilyen támogatás, minden ilyen forrás rendkívül nagy segítséget jelent az intézmények, a működtetők, a fenntartók számára. Én őszinte szívből gratulálok az iskolának, hogy ilyen szakmai munkát végez. A tankerület részéről bizonyosan minden szakmai segítséget megkapnak. A településsel, ahogy én ide érkeztem, azt érzékelem, hogy egy rendkívül jó és harmonikus viszonyban vannak. A partnerek észrevették ezt az iskolát és támogatják. Hát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy az a színvonalas oktató-nevelő munka, amely ebben az intézményben, az eddigiekben zajlott, az a későbbiekben is így történjék. Én ehhez kívánok jó egészséget, jó munkát a kedves kollégáknak. Köszönöm szépen, hogy munkával. Köszönjük államtitkár helyettes úr biztató szavait. És akkor most a támogatók képviseletében felkérem Aranyi Lászlót, az Unilever Magyarország Kft. Marketing vezetőjét köszöntő beszédének megtartására. Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlök mindenkit az Unilever Magyarország Kft. Nevében.
bizonyára felmerül a kérdés, hogy mi mit keresünk itt, meg hogy kerülünk ide. Azt kell tudni, hogy amellett, hogy a vállalat, tényleg Magyarország kormányának stratégia partnere nemrég aláírt szerződés alapján, amellett több gyárral és közel 1500 munkavállalóval dolgozunk Magyarországon, igazán magyar vállalatnak is gondoljuk magunkat. Maga a program kapcsán azt gondolom, hogy az én feladatom talán az egyik leghálásabb, szeretnék köszönetet mondani az együttműködő partnereinknek, erre elsősorban a Emberi Erőforrások Minisztériumának, Lébenszben intézmény fenntartó központnak, a Bucsai Önkormányzatnak, illetve az együttműködő egyéb partnereinknek, mivel nagyon fontos kiemelnem, hogy ez a program ez nem csak önmagában a Domestos márkának a programja volt idén, hanem sikerült bevonni egyéb kis és közepes magyar vállalkozásokat is a megvalósításba. És így az adományunk értéke, amit letettünk az asztalra, az meghatványozódott, és így tényleg azt gondoljuk, hogy egy különösen értékes és fontos programot tudtunk elindítani. Ahogy említettem, voltak együttműködő partnerek, akik adományokkal, illetve munkával szervezésre járultak hozzá, hogy Magyarországon ebben az öt iskolában a mosdófelújításokat végre tudjuk hajtani. Csak egy szám, összesen 700 kisgyermeknek a iskolai higiéniai körülményeit tudtuk ezzel javítani, amit jövőre is szeretnénk mindenképpen megtenni. Ez a program több más program mellett, amit az Unilever Magyarország Kft. Futtat, nagyon fontos. Nagyon fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás, amelyet akár élelmiszerjelölő programjainkon keresztül, például a tranzsírsav csökkentési kampányban dolgoztunk együtt a Emberi Erőforrások Minisztériumával, vagy az influenza kampányban dolgozunk együtt, és ez is egy ugyanolyan kiemelt értékű program a vállalatunk számára. Tényleg azt kell tudni, hogy a Domestos márka higiénia nagykövetének számít Magyarországon, és programunk célja az volt, hogy felhívjuk az iskolai mosdók higiéniának a fontosságára a figyelmet, és ehhez ne csak fölhívjuk a figyelmet, de viszont tegyünk is, és aktívan hozzájáruljunk a gyermekek higiéniai neveléséhez. Még egyszer szeretném megköszönni a együttműködő partnereinknek a támogatást, és köszönöm szépen! Most pedig felkérem Klárici János polgármester urat, köszöntse a megjelenteket. Én tényleg nagyon rövid leszek, mert ugye köszönték, és hát az egész programnak a vége felé tartunk. Mindenkit én is elődeimhez hasonlóan nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a mai alkalmon, ami itt a támogató részéről hallhattunk technikai adatokat, hogy hány településen, mekkora létszámmal sikerült így a tanulóknak a higiéniai körülményeiket javítani. Én egy dolgot emelnék ki ebből az egész projektből, hiszen mi, mint önkormányzat folyamatos kommunikációban voltunk ugye a támogatókkal, és én úgy gondolom, hogy ez kellő hangsúllyal tudtuk kezelni a menet közben felmerülő problémákat, és ennek a nem önkormányzati, nem kormányzati vonalról, hanem ugye a piaci szférából érkező más üzleti megfontoltságokat, vagy esetleg a más szerepvállalást látva tudtunk egy olyan szimbiózist kialakítani, ami végeredményeként ezzel a mai napon megszületett ez a mai kis átadó, hogy ez a mosdó elkészült nagyon nagy örömünkre. Reméljük, hogy még azok az anyagok, amik még az együttműködésünk kapcsán egyébként rendelkezésünkre állnak, talán egy kisebb más projektben még fogják a település higiéniai lehetőségeit javítani, esetlegesen más intézményben. Úgyhogy én feladatom itt, én úgy gondolom, hogy a köszönet nyilvánítás ezen a területen, és kínálkozni egyéb más, esetleg más területeket érintő szerepvállalásukban. Szívesen leszünk ennek a részesei. Az együttműködésünket úgy gondolom, hogy már kellőképpen kimutattuk. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a további program, vagy esetleg egy kis bejárással, vagy hogy fog tovább zajlani ez a mostani esemény. Mindenkit
Köszöntök és örülök, hogy itt a mai napon együtt itt lehetünk ennek a mosdónak az átadásán. Köszönöm szépen! Intézményvezetőként én is nagyon-nagyon szeretném megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Krébelsberg Intézmény Fenntartó Központnak, az Unilever Magyarország Kft.-nek, az adományozóknak, mert tényleg különösen az Ökumenikus Szeretett Szolgálattól nagyon sok anyagot kaptunk, és az önkormányzatnak, polgármester úrnak, hogy ez a beruházás létrejött. Elmondhatjuk, hogy a 21. században vannak még csodák. Mi egy tündérmeseként éltük meg ezt a beruházást, hogy egy nagyon-nagyon régóta felújításra váró mosdó helyiség az adományoknak köszönhetően néhány hét alatt ilyen szépen felújult. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük, és a gyerekek is és a pedagógusok is szeretnék megköszönni ezt a beruházást, ezt a felújítást, úgyhogy a néptánc tanszakos tanulók most egy kis tánccal készültek a jelenlévőknek, és ezzel köszönjük meg a felújítási munkákat. Köszönöm szépen.
Köszöntöm nézőinket, a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vagyunk. Polgármester úr, a Kálic Jánossal beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép beruházás fejeződött be az iskolában. Ma volt ennek az ünnepélyes átadása. Mi is ez pontosan? Az a helyszín, ahol most jelenleg vagyunk, ez az általános iskolánk, és itt konkrétan egy mosdó felújítás valósult meg. Az elmúlt hetek, hónap eseményei között szerepelt az, hogy az Unilever cégcsoport vagy a cég felajánlásából több olyan építőanyag és támogató került a látókörünkbe egy országos programsorozat kapcsán, ahol a mi igényeinket, a mosdófelújítással kapcsolatos igényeinket 5 támogatható mosdóként kiválasztották, és ez a mai esemény ennek az ünnepélyes átadása, ahol most itt éppen vagyunk. Igazgatónő úgy fogalmazott, hogy szinte ez egy ilyen meseszerű volt ez a mai nap, tehát egy ilyen tényleg, mint a mesében úgy valósult meg ez a régóta vágyott kívánság. Azt gondolom, hogy ezt önkormányzaton előbb nem tudta volna megvalósítani ebben a tanévben. Igen, hát ugye a mosdónak a felújítása rég téma volt, tudva is ismerve azt, hogy ez egy teljes körű, egy komplex felújítás, ami végül ezen összefogás kapcsán meg tudott valósulni itt az iskolában. Ez önerőből egy elég komoly vállalásnak tűnt volna, de így a támogatókon keresztül egy kellően jó együttműködés kapcsán, vagy eredményeként sikerült ezt a felújítást így tető alá hozni. Említette a tetőt, akkor maradjunk egy picit a tetőnél, hiszen a településen több beruházás is zajlik, vagy éppen befejeződött. Az óvodában tetőfelújítás is volt, és a településen pedig nagy erővel dolgoznak a szennyvízberuházáson is. Hát ez nekem nagyon kedves témám, hogy így a jelenleg futó fejlesztésekről és a nemrég befejeződött fejlesztésekről akkor így tetszik kérdezni. Csak röviden próbálom így összefoglalni, mert elég szerencsés helyzetben érzem magunkat, hogy az elmúlt év az sorozatosan a fejlesztések, a beruházások kivitelezéséről, majd átadásáról szólt. A mai nap ilyen szempontból egy picit rendhagyó, ugye a mozdó átadás mellé egy óda épületének a külső homlokzati és a tető héjazatának a felújítását követő ünnepélyes átadás erről érkeztünk ide, majd még erről az itteni eseményről fogunk egy úgynevezett közbiztonságot érintő kamerarendszerfejlesztésről is szót kapni és beszélni, és ugye maga rendhagyó részemről az volt ebben, hogy nem egy adott helyszínen koncentráltan kívántuk ezeket az ünnepséget megtartani, hanem a meghívott vendégeinket invitáltam egy kis sétára, ugye nagy távolságok nincsenek a településen, és így egy kicsi ízelítőt kaphattunk abból, hogy 7 közintézményünknek a hőszigetelése és nyilázajnak a cseréje is jelenleg folyamatban van, zajlik, valamint az egész települést érintő szennyvíz csatornahálózat kivitelezése is most folyik épp, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az idejében maximálisan elégedett lehetünk ezekkel a fejlesztésekkel, ami úgy gondolom, hogy egy élhetőbb környezetet fog majd teremteni a településen. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetnek, ez a jelen állapotra vonatkozik, hiszen az egy településen mindig van mit fejleszteni, felújítani, korszerűsíteni. Én sikeres további pályázatokat kívánok önöknek ehhez. Nagyon szépen köszönöm, igyekszünk, ötleteink vannak, pályázatokat figyeljük, reméljük, hogy tudunk hasonlóan sikeresek lenni, mint ez a mai év. Köszönöm szépen a cíten. Aranyi László, az Unilever Magyarország Kft. Képviselője, aki segítette az álmokat megvalósítani ebben a Bucsai Általános Iskolában. Miért tartották fontosnak ezt a programot elindítani? A Domestos márkának az egyik fő célja, hogy felhívja a figyelmet a higiénának a fontosságára, illetve a higiénáról való nevelés fontosságára már gyermekkorban. Ezért ebben az évben a Domestos márka eladásából arra fordítottunk figyelmet, hogy általános iskolai mosdókat újítsunk fel az ország több részén. Összesen 5 általános iskolába újítottuk fel a iskolai mosdókat, több mint 700 gyermek higiénes feltételeit tudtuk ezzel javítani idén. Itt elhangzott igazgatónő részéről, hogy ez szinte egy csoda és egy álom és egy mesevilágként élték ezt meg. Azt gondolom, hogy fontos az önök feladata, és az is, hogy ezt fölvállalták. A vállalatunknál a termékek, márkák értékesítése és fogyasztókhoz való eljutatása mellett nagyon fontos szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás. Több programunk van, az egyik ilyen program például a Domestos iskola megújítási program. Terveink szerint szeretnénk következő évben is folytatni. Úgy látjuk, hogy
ez az összefogás, a mi általunk kezdeményezett akció egy széleskörű összefogását tudott változni, és mind az önkormányzatok részéről, mind pedig a helyben dolgozó kis és közepes vállalatok részéről egy nagy támogatást kaptunk ez a programhoz, és így a mi adományunk összege az meg tudott hatványozódni a beruházás értékében. Itt elmondta, hogy 5 iskolát sikerült idén így támogatni, gondolom, hogy sokkal több igény volt. Mi döntött a Bucsai iskola mellett? A Klebersberg intézményfenntartó központtal dolgoztunk együtt az egész év folyamán, és előzetes felmérés, illetve előzetes igényfelmérés és rászorultsági alapon, illetve felújítási igény szükségessége alapon döntöttünk az iskolák mellett. Az nagyon fontos volt, hogy lehetőség szerint kis településeket válasszunk, és igazából ebben az évben mind az 5 iskola hasonló kis településen van országszerte. Akkor én azt kívánom, hogy ezek a forintok akkor gyűjjenek még jobban, és még többen, és akkor még több hasonló felújításon vehessenek részt. Köszönöm szépen. Sipos Imre helyettes államtitkárról beszélgetünk, hiszen a beszédében is elmondta, hogy mennyire fontosak azok a pályázatok, amelyek az iskolákat és az önkormányzatokat segítik, és gondolom, hogy az EMMI is nagyon szívesen csatlakozott ehhez a programhoz. Igen, ez így van. A Klebersberg intézmény fenntartó központa létrejötte óta, mint egy 5 milliárd forintot fordított az intézmények korszerűsítésére, felújítására, de természetesen minden külső támogatás jól jön, és fontos az, hogy a különböző cégekkel a kormány együttműködve a közművelési intézmény rendszerhálózatának fejlesztését, bővítését el tudja végezni. Úgyhogy ezúton is köszönjük az Unilever Magyarország Kft.-nek, hogy a Domestos programon keresztül egy olyan programot hirdetett, amely felhívta a figyelmet arra, hogy szükség van az intézményeknek a külső támogatására is. Ez a programhoz más cégek, adományozók is csatlakoztak, és így a minisztérium, a Klebersberg intézmény fenntartó központ, ahol együttműködve került kiválasztásra az az 5 település az országban, amelyek kis települések, hátrányos helyzetű környezetben élő gyermekek járnak ezekbe az iskolákba, ahol nagy szükség volt ezekre a támogatásokra, és ennek eredményeként adhattuk ma itt át Bucsán a megújított mosdót, amelyet reményeink szerint a gyermekek örömmel fogadtak és használnak, ezzel nyilván a környezeti neveléshez, a higiéniai neveléshez is hozzájárulva. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!